Köszöntöm a kedves televízió nézőket, önök a Fogadó Óra című műsorunkat látják. Csergő Tibor András polgármester úr a stúdióban, ahogy megszokhatták, hozzá fogunk intézni kérdéseket, természetesen várjuk az önök kérdéseit. Kollégáim jelezték, hogy valami probléma történt a szociális hálókon, tehát a Facebookon nem fogják nézni a műsorunkat, ezért mindenkit arra bíztatok, hogy a 0756-406-405-ös telefonszámra írjon nekünk üzenetet, ide teheti fel a kérdéseit, illetve a fogadóra@gyergyotv.ro e-mail címre is várjuk a kérdéseket. Üdvözlöm a stúdióba, polgármester úr! Jó estét kívánok! Úgy látom, hogy nincs lazítás. Zajlik ezzel a munka. Nem is tudom, hogy ezzel a megbízatással lehet-e lazítani is valaha. Úgyhogy azok a lazítások, ami egy hétvége, vagy néhány óra, vagy egy-két nap, de nem nincs több. Nem lehet leállni, a város az él, az menni kell vele, minden napi problémájával foglalkozni kell, és meg kell oldani, amit lehetséges. Önnek effektív hány órás a munkaideje? Megvan szabb, vagy saját belátása szerint dolgozik? Hát igazán ugye ez a tipikus szent 8 óra, amit mindenki beszokott tartani, de az igazság az, hogy 8 óra alatt ezt a munkát nem lehet elvégezni. Úgyhogy lehet, hogy 16, lehet, hogy 10 naponta függ, hogy mikor milyen találkozókat, milyen megjelenéseket, milyen megbeszéléseket, gyűléseket, utazásokat kell felvállalni. Tehát gyakorlatilag itt azt kell nézni, hogy mennyi időt nem töltök a családdal, vagy a szabadidővel, mint inkább az, hogy mennyit töltök a munkahelyen, vagy a munkahely mellett bizonyos városügyeknek a megoldásával. Nem lehet ezt időhöz kötni. Ez a funkció, ez nem a napi 8 óráról szól. Dolgoznak, pályáznak, fejlesztéseket eszközölnek. Ugye mindjárt itt van két jelentős fejlesztés, a Fogarasi Mihály Műszaki Középiskola bentlakása újulna meg, illetve a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumnál a sportterem és a kampusz épülne meg. Mit kell tudni ezekről az objektumokról? Tehát ezeket a pályázatokat még az előző városvezetés tette le, ugye pályázatíró cégek írták meg, a város letette. Ezekre a poros pályázatokra, ez a POR, ez egy román kifejezés, ez a Program Operational Regional, tehát ezek a központi operatív tengely, és szintén eligibilisnek bizonyult, tehát azt jelenti, hogy elfogadták, és akkor támogatja ez a Gyulafehérvár központú központi fejlesztési régió, és az idén aláírtuk a finanszírozási szerződést, és a finanszírozási szerződés után már megszerveztük a licitet a tervezésre, a tervezők most jöttek ki, akik megnyerték a licitet, egy jási cég, és sikerült kapcsolatba lépni a két iskola vezetőségével is, és akkor a meglévő pályázat értelmében még az idén le kell tegyék mindkét iskolának a fejlesztés, hát épületeinek a fejlesztési, illetve a tervezési dokumentumait, és akkor azt jelenti, ha minden jól megy, akkor lehet, hogy már az év végén, reméljük, sikerül akkor a kivitelezési liciteket is megtartani. Itt arról van szó, hogy a Szaki, tehát a Fogarasi Liceumnak az udvarán levő ugye nagy bentlakásának a tetőtű talpig való rehabilitálásáról van szó, ami azt jelenti, ami ugye eléggé elhanyagolt állapotban van most, olyan befejezetlen nagyon, tehát eléggé szívszorító látványt nyújtott, amikor most meglátogattuk a tervezőkkel. Gyakorlatilag ott fejlesztések nem történtek az utóbbi években, max annyi, hogy a manzátot is próbálták beépíteni valamikor ezelőtt, vagy 8-10 évvel is, ugye elmaradtak azok az elindított munkálatok, de úgy fejezték be, hogy valójában minden szint utána elázott, tehát elég is iralmasak a körülmények ebben a bentlakásban, és remélem, hogy ezáltal akkor ennek az ingatlannak a sorsa a következő generáció számára megoldódik, és modernizálódik olyan szempontból, hogy akkor minden szobának külön mosdó illemhelye lesz, tehát hogy nem a folyosón van a közös fürdő, hanem minden szobának lesz külön illemhelye. Tehát mondhatnám azt, hogy akkor egy kicsit a komfort az javul, és majdnem egy ilyen két csillagos szállodai szállásoknak fog megfelelni a bentlakás. Ugyanakkor pedig ennél a bentlakás előtt van egy focipálya, ami most ugye le van aszfaltozva,
Na és ennek a foci pályának egy teljes felújítása van, ami azt jelenti, hogy oda is lesz egy műfüves, egy kisebb foci pálya, ahol akkor egy kicsit jobban, vagy jobb körülmények között lehet majd focizni, sportolni. Tehát ez egy 6 millió lejés beruházás, tehát ez nem egy olyan óriási tétel, de ez annál fontosabb, mert azért a városban a bentlakások mindenütt azért nem állnak a helyzet magaslatán. Ugye szintén ilyen bentlakás felújítási projekt fut most a Batthyány Liceumnak az úgynevezett lány bentlakása, amit van a Virágnegyedben. Az a munkálat folyik, az elég jól halad, úgyhogy az jövőre kész is lesz. Tehát azt úgy látszik, hogy akkor jövő ősszel már használatba lehet adni ezt a Batthyány bentlakását. Na most ugye a másik projekt, ez a Batthyány, tehát ugye a bentlakás az lent van, és ugye fent Felszegben van az iskolaközpont, aminek van saját étkezdéje, saját konyhája, saját tanszállodája. Valamikor elindult ott is a nagy fejlesztéssel, hiszen az egy nagy kampusz kellett volna kialakuljon. Ugye, na de aztán a pénzalapok elfogytak, és emiatt abban maradt minden munkálat. Elkezdődött ott egy nagyméretű sportteremnek, vagy tornateremnek a felépítése, a felmenő falak azok állnak, tető nincs, úgyhogy azt is be kell fejezni, ahol szintén a sportterem mellett ugye orvosi rendelő lesz, azon kívül pedig az öltözők lesznek benne, tehát nem csak egy sima sportterem. Tehát a régi váz az megmarad? A régi váz az megmarad, lett, a statikailag szakértői véleményezés van, tehát nagyjából rendben van, tehát nem kell földig bontani, visszaépíteni, hanem kisebb-nagyobb retussal lehet folytatni ezt a munkálatot. És ugyanakkor pedig az iskola tömb, az iskola test mögött, tehát épület test mögött, ott szintén annak idején kiöntötték az alapját egy másik épülettestnek, amelyben ugyanúgy műhelyek, laborok, tanári lakásoknak volt elképzelve. Na de ugye most már egy kicsit változott a terv, tehát a tanári lakások azok most már nem nincsenek ilyen előnyben, hanem inkább a tantermeknek a helyi igénye nagyobb, úgyhogy valószínűleg, hogy mostan a tervezés alatt figyelembe véve ezeket az új igényeket az iskola részéről, akkor a tervezők hangsúlyt fektetnek arra, hogy akkor inkább konferenciaterem legyen a felső emeleti részen, és nagyobbak legyenek a műhelyek, ezek a laborok, hiszen ugye ebben az új épülettestben elsősorban olyan szaklaborok kerülnek be, mint hogy az állategészségügyi technikumnak egy állatorvosi szobája, és ezt lehetne sorolni, hogy ugyanúgy az élelmiszeripar szakágnak ugyanúgy föl kell szerelni egy ilyen hentes felkészítő gépberendezést, tehát ahol helyigényekre van szükség, és akkor ezt figyelembe véve próbálják oda faragni, oda tervezni ezt a belső térelosztását ennek a nagyméretű épületnek. Hát ez egy, most nem mondom, hogy pont akkora épület lesz, mint az iskolatest, ami most van, hanem az épülettest, hanem ahhoz közel álló felület, és ugyanakkor pedig ennek a teljes összértéke az egy olyan, ha jól emlékszem, 16 millió lej. Na most ugye itt fölmerül az épületgépészet is, hiszen azt jelenti, hogy az a fűtéstechnika, amelyet ma használnak az iskolában, azt is teljesen felül kell írni. Ugye most ilyen fáskazános rendszere, ami működtetik az iskolát, az nem bírja meg már ezt a pluszot, amit hozzáépítnek. Úgyhogy itt tovább kell gondolni, újra kell tervezni a fűtés technikáját, hogy akkor mit hoz a jövő, gázra kötjük át, távhőre kötjük át, vagy egyáltalán marad a régi, csak akkor nagyobb fáskazánokat kell betelepíteni. Úgyhogy azért vannak itt még elvaratlan szálak, vannak kérdések, ami a következő lépésekben ezek is majd eldöntődnek, hogy hogyan tovább. Én azt szeretném, hogy akkor a gázhálózat fejlesztésével ugye elérni ezt a zónát is a városban, és akkor úgy az iskolának, mint a magánházaknak, vagy egyáltalán fel a város végig, egészen a Szent Erzsébet öreg otthonig mindenki hozzáfér a gázbekötéshez, még akkor is, hogy most hirtelen megnégyszereződött az ára. Ez ugye abban az esetben működik, hogyha egy létező utcáról beszélünk, már pedig egy gyilkostó. Most a gyilkostó az egy létező utcáról. Az azért is létezik, mert valójában az állami, és nem a városi, hiszen nemzeti utakat köt össze, és ebben a tekintetben úgymond mi adminisztráljuk, de a valódi tulajdonosa az már nem is a város ezeknek a főutaknak, országutaknak, vagy európai utaknak, hanem maga az állam. Na most különben úgyis tanácshatározatot fogadtunk el nem olyan rég, hogy a gyilkostói útszakaszt, tehát itt a körforgalomtól föl a város végéig, és most már akkor azon is túl,
tehát a városon kívül egészen a gyilkostó bejárati tábláig, és a két helynév tábla között, ami a gyilkostónál van, azt is átadtuk az országos útügynek, hogy akkor ők próbálják egy kicsit följavítani, mert ahhoz nekünk pillanatnyilag erőnk, kapacitásunk kevés, max az, amit most csinálunk, ilyen felületi foldozgatás, és azért látjuk, hogy ez az országút is az idők során eléggé tönkre ment mindaz, ami a belterületen belül esik, úgyhogy, és a gyilkostónál úgy szintén. Úgyhogy reméljük, hogy jövőre akkor az országos út, úgy persze ez kormányhatározat is kell, most látjuk éppen, hogy a kormánybuktatás előtt vagyunk, vagy után vagyunk, nem lehet eldönteni, az hónap majd kiderül, és annak függvényében, hogyha egy kicsit stabilizálódik a bukaresti kormány helyzete, akkor minden bizonnyal ez a gyergyói útátadási ceremónia is le fog zajlani. Ide, ha megengedi, beszúrnék egy nézői kérdést, ugyanis arra kíváncsi az egyik kedves televízió nézőnk, hogy a városgazdálkodási cég javította meg a gyilkostói úton a kátyukat egészen az 5-ös kilométerig, de meghagytak jó néhány veszélyes gödört az út közepén, amelyek továbbra is baleset veszélyesek. Tud erről a polgármester? Igen, tehát ugye mi egészen a 4-es kilométer kőig javítottuk fel, de azonban azt jelenti, elmaradt egy olyan 1500 méter, tudunk róla, oda-vissza fogunk menni, és azt az idén, amíg a hideg, illetve a hó be nem áll, addig megpróbáljuk megjavítani azt is. Tehát visszatérve erre az út karbantartásra, tehát az idén kellő keretet, tehát anyagi keretet bőven szántunk arra, hogy ne legyen probléma, de amint látjuk, hogy sokszor most már nem a pénzügyi háttér, vagy a pénzügyi fedezet a legnagyobb probléma, hanem a munkaerő és a különböző technológiáknak a használata vagy elérése, és ezt látjuk, hiszen ugye én az alpolgármestert bíztam meg az út karbantartásnak az ügyével, és gyakorlatilag az idén 1400 tonna aszfaltot vásároltunk meg azért, hogy a kátyúzásra mindenhova elég legyen, de még ezzel az erővel, ahogy mi dolgozunk, mert ugye itt az volt az alapötlet, hogy akkor saját erőből végezzük, mi béreltük az aszfaltmarógépet, és stb., de hát az összes többi munkát azt saját erőből végezzük azért, hogy ebből az 1400 tonna aszfaltból minél nagyobb felületeket tudjunk kijavítani. Na de hát véges az erőnk, 8-9 ember tud egyszerre dolgozni, és gyakorlatilag ennyire futott a mostanig az olyan tekintetben, hogy ennyit tudtunk kijavítani. Hát az össz 1400 tonna megrendelt aszfaltból mostanig elhasználtak egy olyan 500 tonnát. Tehát, hogy még ezekre a helyekre is vissza kell menni, és persze le kell aszfaltozni, itt most már az idővel futunk versenyt. Persze sokszor olyan is történt, hogy hiába, hogy megrendeltük az aszfaltot, a nyertes cég nem tudta leszállítani, mert pont elromlott a stáció, pont nem tudom, mi történt, tehát így is voltak ilyen jellegű kiesések, úgyhogy amint látom, hogy ebben a városban minden megtörténik, akárhogy akarjuk jól csinálni, akármilyen jól szervezzük, itt a legkisebb kavics is mindig bekerül a fogaskerekek közé, és abban a pillanatban már késik a munka, vagy elkésünk az időbe, és így tovább. Tehát még egyszer visszatérve az útjavításra, az útjavítás ebbe az ütemterbe, ahogy így sikerül, visszük, figyeljük, megpróbáljuk ebbe a hónapba a végére járni. Ugyanakkor akkor majd ugye elindult a mellékutaknak a lekavicsozása is, tehát egy kicsit, hogy rendbe szedjük. Elég sok utcát próbáltunk már lekövezni, ott is több mint 10 000 tonna követ rendeltünk az utakra, ennek még a felét sem hordtuk szét, tehát igazából most azt mondtam, hogy egyszer a kövezésekkel most leállunk, minden energiát, erőt az aszfaltozásra fordítunk, mert kövezést azt lehet hidegbe is, lehet esős időbe is, ha nagyon kell, akkor azt lehet úgy is végezni, úgyhogy most tényleg minden energiát erre fordítunk, hogy akkor valahogy azt az 1400 tonna aszfaltot tudjuk kiteríteni az útjainkra. Ez érvényes lesz a Tesvilliség sugárútra is, tehát most közelebbről, ha Bucsin utcát teljes mértékben befejezték, akkor átjövünk a Tesvilliség sugárútra, és akkor jövünk fel az állomástól végig fel a körforgalomig, és utána pedig azok a kisebb mellék aszfalt utcák, amelyhova még nem jutottak el, mindegyiket megcsináljuk. Hogy haladnak a Békény utcai munkálatokkal? Hiszen előző adásunk, valamelyik adásunkban ugye arról volt szó, hogy a teherforgalmat mi hamarabb vissza kellene tenni a régi nyomvonalára, hiszen tarthatatlan az állapot most már a községek szempontjából is. Hát ugye október 30-at mondtam, minden bizonnyal ebben látom, hogy lesz késés, de úgy, ahogy a tavaly a cég még november közepén akart aszfaltozni,
úgy gondolom, hogy az idén is, hogyha az időjárás is a jó Isten engedi, akkor november közepén, hogyha az első réteg aszfaltot rá kell majd húzni, és az időjárás megengedi, akkor azt rátesszük. Most ott tartunk, hogy most már nekifogtak az esővíz hálózatnak a fő gerincvezetéket kiépíteni, és persze az elnyelőket is majd hozzáteszik, úgyhogy abban az utcában folyik a munka. Annak a két végét, tehát a Halászok utcáján, illetve a Dózsa-György utcán is, ugye ott már véglegesítődött az útfelület, ott a járdáknak az elkészítése folyik, most már ott van, ugye lámpatesteket, lámpaoszlopokat fölállították, most már ilyen apró cseprő munkálatok vannak, úgyhogy nagyjából ugye 85%-ra annak a két utcának a teljesítése kész van, vagy közel áll a befejezéshez. Na most itt a Békegy utca, ami a leghosszabb, legnehezebb szakasz van, ott is azért előrelépés van. Köszönöm a lakóknak, hogy megértették, és átkötték a szennyvízhálózatot. Ugye már most már az a régi szennyvízhálózat nem aktív. Tehát ugye most, hogy fektetik le az esővízhálózatot, hát annak nyomvonalába, a régi szennyvíz nyomvonalába teszik. És körülbelül az utcából egy olyan 8-10 lakó, aki még nincs átcsatlakoztatva az új szennyvízhálózatra, mindenki át van a többi, úgyhogy ez itt rendben van, és köszönöm, hogy ilyen operatívak voltak a lakók, ezáltal is tud menni rendesen a munka. Folyamatban van a gázhálózatnak a bővítése is ebbe az utcából, tehát mi, amit megkapott névsorunk volt, azt továbbítottuk a Hárgászhoz, velük is beszéltünk, megértették, úgy látom, hogy ott is megy a munka, kicsit olyan rapszódikus egyik nap, másik nap nem, tehát hogy de hát ott kb. 10 személy kérte a gázszolgáltatást, tehát ezeket a rakordokat, az átkötéseket egy részét megcsinálták, hogy a következőt a napokban fogják-e végezni a Hárgáznak az emberei, úgyhogy úgy látom, hogy sínen van a dolog, tehát valahogy túllendültünk ezen a holdponton, ugye itt a vízzel van még problémánk, de a víznél is az a helyzet, hogy a nagy része le van ellenőrizve, annak a csinális vízhálózatnak ki van javítva, tehát hogy azt is majd lehet átkötésekre tenni, csak a felső fele valahol a Pacsirta utca előtti és utáni rész nincs még teljes mértékben lebiztosítva, hogy az jó. De a többi része, az alsó része, tehát a Békény utcának az a Dózsa-György felő első részében ott már ez a gerincvezeték is működik, úgyhogy ebben a szempontból az elektromos hálózat ugye le van fektetve, tehát ebből a szempontból minden készen áll arra, hogy akkor jöjjön az útépítés. Nézői kérdésekkel folytatjuk, azonban előtte elmondanám, hogy élőben sugárzunk innen a Gyergyó TV stúdiójában, úgyhogy várjuk kérdéseiket a 0756406405-ös telefonszámra, illetve a fogadóra@gyergyotv.ro e-mail címre. Zsolt nevű nézőnk arra kíváncsi, illetve azt közli önnel, hogy a korábbi években viszonylag sok járda épült a városban, de azóta számos helyen gondok vannak velük. A Szárhegyi úton lefele jobb oldalt sok helyen megsüllyedt valóságos hullámvasút. Tekerőpatak felé az Apikon letérő előtt egy darabon eltűntek a járólapok, döngölt föld van helyettük. Ugyanott kinnebb a Molkútnál szemben ugyanez a helyzet. Kérdés az, hogy tudnak-e ezekről a városházán, lehet-e számítani arra, hogy a vétkeseket felelősségre vonják? Hát jó, hát most ez most nem a gyanúsítottak, a vétkesek és a büntetett előéletűeknek a története itt, hanem itt arról van szó, ugye, hogy a városban mindig a különböző ilyen beavatkozások során, ahol meghibásodások történtek, általában ugye feltörik az utat, a frissen készült járdát, vagy a régen készült járdát, azon a szakaszon elvégzik a munkálatot, utána visszatöltik a gödröt, betömik, és nem kerül vissza a járda, mert az térkőből van, vagy aszfaltból van. Mert ugye legtöbbször a cég, vagy bárki, aki ezt végzi, ezt úgy gondolkodik, hogy most még lesz két ilyen helyzetem, és akkor egyszerre rendelek egy nagyobb mennyiséget, és akkor megcsináljuk. Vagy majd megfogadok két járdaépítő mesterembert, csak akkor majd kiküldöm egy nagyobb felületre, itt is elvégzik, ott is, és amott is. Persze ezek mindig elmaradnak, elsikadnak, hiszen mindig ilyen tűzoltó módszerrel, ha dolgozunk, akkor elfelejtjük, hogy hol nem vartuk el a szálakat, és ezek általában így maradnak, valahol úgy látom, hogy ez így szokás is volt Gyergyószent Miklóson. Tudok a Bölcseszk utcán is, hogy ahol volt a csőtörés, igen, nincs visszarakva a járda, és még sokfele, persze a
Gábor Áron utcába, pontosan ott a külső, meg a Hóvilág vagy a Gödös utca kereszteződésében, ugye azt millió szó feltörték, tehát ott már nemes lehet tudni, hogy kinek a dolga visszalakni, mert ugye az, aki beavatkozik, annak a kötelezettsége az is, hogy vissza is tegye a térkövet az eredeti formába. Ugyanígy vagyunk a mostani kivitelezésekkel is, a mostani cégekkel, akár a vízszolgáltatásnál, vagy akár a vízvezeték, ahol bővítik, ugyanígy a szennyvízhálózatépítésnél is, hogy mindenütt feltörik, és ugye még sajnos semmit vissza nem csináltak. Mindenkinek megvan a magyarázata, vannak olyan magyarázatok, amik elfogadhatóak, és persze van, ami a piroska meséje, ami elfogadható az, hogy ott, ahol olyan ázások, ahol nagyobb felületen elázott az altalaj, ugye ott hiába töltik vissza, mert ki kell váradni azt, hogy megnyomuljon, megszáradjon. Azt megbékázni se lehet, tehát megdöngölni se lehet rendesen, hanem meg kell várni, hogy akkor megállapodjon a föld, tömörödjön a föld, és azért várnak egy évet, kettőt, és aztán ebből persze lesz 10, hogy soha vissza nem építik a járdát, vagy az utat. Na most én szeretném, hogyha az urbanisztikán olyan ügyesek lennének a kollégáim, hogy ezt napirenden kövessék, hiszen minden engedélyt, amikor feltörik a járdát és az utat, meghibásodások során, akkor A per T-n, persze románul, de bele van írva érthetően, hogy mindig vissza kell állítani az eredeti állapotából. Tehát mindenki így kapja meg az engedélyeket. Sajnos az, hogy az urbanisztikáról a kollégák sem voltak mostanig arra ránevelve, hogy igen, ezt folyamatosan kövessük, legyen egy nyilvántartás, hogy hol van feltörve, hol nincs visszacsinálva, és akkor küldjünk ki felszólításokat, hogy kérem, miért nincs az visszacsinál, tessék ezt visszaépíteni. Ez abban az esetben is így működik, hogyha intervenciós beavatkozás mondjuk a vízszolgáltató részére? Hát persze, tehát teljesen mindegy. Tehát ha intervencióról van szó, ha egy más gázbekötésről a lakónak, bárki, aki valamit feltör, hát csak azért kérdem, mert ez az illető nézőnk ez meg is nevezi, hogy gyakorlatilag a külső benzinkútnál a vízszolgáltató a hibás azért, hogy ott meg van szakítva a járda felület. Most a vízszolgáltatónk az egy új cég, hogy így fogalmazzak, ugye ez a Szepeleták, hogyha ő törte fel, akkor ő kell visszaállítsa. Ha pedig az előtti IGO vagy GOESA törte fel, akkor mondhatjam azt, hogy azt is mi kell visszaállítsuk. Nem fog senki jönni sehonnan, hogy visszaállítsák, tehát mi kell ezzel foglalkozzunk. Volt már elő tárgyalás, és úgy tűnik, hogy Gyergyőce Miklóson vannak, akik szeretik nagyon a szülővárosukat, sőt, hajlandóak úgy önkénteskedni, és úgy olyan aktívak lenni, hogy vállalják önkéntesen, hogy vissza fogják ezeket építeni. Úgyhogy én alig várom, hogy tudjak velük ugyanígy találkozni, és hátha. Ugye egy vízszolgáltató cégnek nincsen annyi mesterembere, vagy kubikusa, hogy akkor most két embert azért fizetnek, hogy akkor mindig a macskakövet, vagy a térkövet visszakopácsolják a feltört területen. Maximum annyi, hogy ő is megfogad valami céget, és akkor visszarakják, vagy kijavítják. Ha visszarakják, rosszul rakják vissza, akkor az a baj. Tehát úgy általában itt van egy olyan hozzáállásunk is, hogy azért mindig a hibát jobb kiemelni, mint a lényeget a dologból. Kell a kritika, én látom azt, hogy ebből majd lesz előmozdulás, de még erre annyi energiát mi bent a hivatalból, vagy én személyesen nem tudtam összpontosítani, hogy fiúk, akkor egy hónapon belül ezek meg legyenek csinálva. De meg lesznek csinálva. Szintén nézői kérdés. Az első fogadóórán mondta a polgármester úr, hogy felszámolás helyett inkább működtetni akarják a MON Turist Kft-t, és hogy reményei szerint már a következő évben legalább 100 000 lej lesz a nyeresség. Különböző munkálatok finanszírozására fogják használni. Azóta eltelt majdnem egy év. Mi valósult meg ebből? Igen, tehát a MON Turistnál, ha jól emlékszem, akkor április közepén vagy május elején vette át az új vezetés ennek a cégnek az irányítását, és az adminisztrátor nagyon keményen odaállt a munka mellé, és jó szervező munkával és becsületes munkával a cégnek körülbelül, ha jól tudom, közel 200 000 lejes nyereséget produkált, úgy, hogy átvettük a régi vezetéstől 20 000 lej minusszal. Tehát akkor gondolom, hogy... Tehát a 100 helyett már 200 000 lej nyereségről beszélünk. Így van. Még az év nem ért véget, tehát úgy tűnik, hogy azért ez a cég, ha ráfigyel az ember, akkor és követi, ha egy kicsit transzparensét teszi, akkor rögtön bevételt is tud termelni, hát a két tulajdonosnak, a városnak is, illetve az ötödik kerületnek is. Most szükség van arra, hogy meglegyenek a saját forrásai,
hogy legyen meg a saját befektetni való tőkéje, hiszen jövőbe a parkoló rendszert szeretnénk ott is megoldani, és ezért szükség van ezekre a bérekből beszedett pénzekre. Most lesz közelebbről egy monturisztos közgyűlés október közepén, ahol szintén a két cég eldönti azt, hogy akkor jövőre hogyan indítja el a munkálatokat, tehát ugye mivel azért ármódosítások lesznek a területbéreknél, hiszen ugye az euró is megugrott, akkor a lejjel is utána kell egy kicsit érni. Azon kívül pedig marad akkor a régi vezetés még egy évre, hogy akkor ezeket a beruházásokat, amit az idén ehhez a forrásokat kitermelik, akkor jövőre tudják is megvalósítani az elképzeléseket. A monturiszt önmagába véve többről szól, mint az, hogy területbérlés, csak idáig ugye mindig egy olyan fajta mellőzött, idézőjeles mellőzött városi cégnek bizonyult, ahol az önfenntartáson kívül másra sohasem figyeltek. Úgyhogy mi kicsit többet akarunk ebből, ami azt jelenti, hogy akkor a területhasznosítás, tehát a területbérlésekből bejövő jövedelmet ugyanoda visszafordítani annak a területnek a rendezésére, ami folyamatban van. Készülnek különböző tervek a térrendezésre is, úgyhogy én úgy érzem, hogy jövőtől már azért lesznek látványosabb elmozdulások ennek a monturiszt kezelésében lévő területeknek a látványába is, vagy arculatába. Ha már a Gyilkostónál vagyunk, akkor azt hallani, hogy különféle anomáliákat fedeztek fel az ottani vízhálózat kapcsán. Mi a helyzet? Hát igen, ezt meglepődve tapasztaltam a múlt héten, hogy ugye kaptunk egy átiratot a vízszolgáltatól, hogy a Gyilkostónál egy olyan hálózatról beszélünk, ami mondjam azt, hogy nem létezik hivatalosan. És most ennek próbálunk utána járni, hisz kiderült, hogy valójában a gyilkostói ivóvízhálózatot nem adták át adminisztrálásba a mostani szolgáltatónak, tehát valahol az elakadt a régi szolgáltatónál, a város sem vette vissza, és gyakorlatilag az idén az ivóvízszolgáltatás az egy ilyen jogosulatlan formában történt, hogy ráfigyelt a vízszolgáltató, mert hát néha kihívták, hogy itt ott elszakadt valami, meg kell javítani, vagy kell valamit cserélni, de valójában ez a jó szándékon túl hivatalosan ez nem is lehetett volna ebbe a formába így megvalósítani. Na most azon vagyunk. A vízszolgáltatás az folyamatos volt, ugye? A vízszolgáltatás folyamatos volt, persze voltak problémák, hiszen ott is egy elavult rendszer van, úgyhogy most azon vagyunk, hogy keressük a leltárát, mi mindennek. Ugye azt zárójelben megjegyzem, hogy ennek a városnak a legnagyobb rákfenéje az, hogy soha nem volt egy normális vagyongazdálkodása. Tehát mindig az EBEK 30-adján volt, tehát az azt jelentette, sohasem tudta a város, hogy milyen van, és ezt próbáljuk most ráncba szedni, ami nem kis munka. Ez nem egy-két évnek a hanyagsága, hanem ez egy örökölt betegség az érzésem, és próbálunk ebből most kigyógyulni. Na most ugye ez a vízhálózat... Ez egy olyan történet, hogy megállítani azért nem lehet, hiszen mégis egy turisztikai vezetőről beszélünk. Na de ezt próbáljuk akkor törvényesíteni olyan módon, hogy akkor most tanácshatározattal átvesszük, átadjuk az új szolgáltatónak, és akkor megpróbálunk ott némi olyan fejlesztéseket eszközölni, hogy amíg ki nem épül az új hálózat, addig ez valamilyen szinten működőképes maradjon. Nem egyszerű dolog, naponta jönnek el ilyen meglepetések, hogy olyan elvaratlan szálak vannak, olyan érdekes dolgok, amelyek tényleg a múltból erednek, és meg kell oldani. Tehát nincs mit csinálni, most visszafele a múltba újra mutogatni teljesen értelmetlen, nem fogjuk ezzel megoldani, hanem azon vagyunk, hogy ezeket a problémákat is valamilyen szempontból, akkor ha már nagy problémák, akkor legalább enyhítsük, hogy kis problémák legyenek. Én úgy hiszem, hogy erre is találunk megoldást. Tehát van akarat hozzá, úgy az önkormányzati tanács részéről, mint a részemről is, és már beszéltünk a vízszolgáltatóval is ennek kapcsán, hogy akkor a Gyilkostónál hogyan tudjuk a telet előkészíteni, mert ebbe a formába ott élen az az ivóvízhálózat, ami most úgymond magától működik, vagy gazdátlanul működik, az biztos, hogy el fog fagyni, vagy el fog romlani. Ha már tél és aggodalmak, akkor ereszkedjünk vissza a Csanót patakáig. Újra kérdést küldtek be az ottani lakást háztulajdonosok. Ugye a Csanót patakán megszűnt az áramszolgáltatás, amit
azt hiszem két műsorban is próbáltunk átbeszélni, kibeszélni. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy a vízszolgáltató, víz- és hőszolgáltatónak nem tartozott a szolgáltatásai közé, nem volt benne a hatáskörébe az áramszolgáltatás, ezért lekapcsolták az áramot. Ugye a polgármester úr is azt mondta, hogy ha találnak egy szolgáltatót, akkor talán van esély arra, hogy visszaindítsák a csanódpataki áramszolgáltatást a magánházakba, a panziókba. A lakók állítólag meg is találtak egy vállalkozót, egy céggel, akit ön fogadott, valamilyen szinten beszélgetések is zajlottak, és hát eljött a fűtésszezon, és ugye azért aggódnak az ottani tulajdonosok, mert villanyárom nélkül az épületek fűtése sem működik. Tud-e valamit erről a polgármester úr mondani? Van-e valami új fejlemény az ügyben? Lát-e megoldást? Hát utána is több, mondjam azt, hogy kárvalottal vitatkoztam, és próbáltam elmagyarázni. Tehát ugye nagyon sokan úgy látják, hogy a polgármester így elment a vízházhoz, és így lekapcsolta az áramot. Tehát ez nem így működik gyakorlatilag. Az nem az én dolgom, hogy kapcsolgatom les fel az áramszolgáltatást, hanem itt van egy konjunkturális probléma, ami szintén visszamegy ehhez a vagyongazdálkodáshoz, és azzal, hogy a szolgáltatás megváltozott, gyakorlatilag az új szolgáltató vezetősége beletenyerelt egy nagy törvénytelenségbe. És ezt egyszer meg kell érteni, és fel kell fogni azt, hogy ez ebben a rendszerben nem működtethető. Tehát teljesen illegális az, hogy úgy működtetjük a vízháznak a transformátorállomását, hogy közben áramot adunk el másnak róla, amikor a vízszolgáltatónak az a dolga, hogy a városnak a vízszolgáltatást biztosítsa. Tehát ő nem adhat el áramot, ez legyen egyértelmű. Tehát neki nincs erre licensze, nem működhet egyébként akkor. Tehát ez közszolgáltatás, ami a vizet és a szennyvizet kell adminisztrálja, és nem a villanyáramot az ottani 80, vagy 70, vagy 40, vagy hány lakó között. Tehát ez legyen egyszer világos is, és ezt mindenki már egyszer kell fogadja. Az életben a törvények változnak, és mindaz, ami jó volt a 60-as, 70-es években, az nem biztos, hogy most érvényes. Tehát, hogy megörököltünk egy olyan félkész rendszert, egy olyan törvényen kívüli állapotot, amit most mi ebben a formában, ahogy a lakók elképzelik, nem tudjuk törvényesíteni. Különben is, azzal, hogy átveszi egy szolgáltató, aki jön. Tehát itt azt meg kell érteni, hogy egy trafóháznak a működtetése, vagy odaítélése, hogy más vegye bérbe, az egy koncessziós szerződés kell. A koncessziónak a behirdetése az egy eléggé hosszú folyamat, és azt ugye meg kell versenyeztetni. Akkor érvényes, ha két jelenkező van rá. Tehát ez egy procedúra, amit ha lejáratunk, az biztos, hogy nem olyan egy hónapos történet. A másik gond az, hogy nekem valaki jó volna, ha megindokolná, hogy milyen alapon veszem el a vízszolgáltatótól a saját trafóállomását, amikor csak az annak a rendeltetése, hogy ellássa a vízházat árammal, hogy a városnak 40 ezer embernek tudjon vizet biztosítani. Tehát én, ha tőle kiveszem, akkor a biztonsága a vízszolgáltatásnak eleve megszűnik, hiszen rábízom egy olyan cégre, amelyik ha akar, ezt csinálja, akarja, azt csinálja. Tehát ugye ezt meg kell indokolni, hogy akkor oké, miért veszem ki? Hogy 60 ember kapjon villanyáramot, vagy hogy 40 ezer embernek tolke továbbiakban vizet biztosítani. Tehát azt hiszem, ha serpenyőbe tesszük, vagy mérlegre tesszük, akkor körülbelül más arányok jönnek ki. A másik dolog pedig, hogy mindezek mellett 20 ezer volt ott megy el a környéken. Arról van levéve ez a transformátor állomás is, vagy transformátor is, és ezt annak idején csak is a vízház ellátására tették, telepítették be. Ugyanígy, igazán, ha a lakók jól szervezettek, akkor nyugodtan ők is kérhetnek egy transformátort, és ugyanúgy az út túlsó felére, a saját területükre telepíthetnének egy trafót, amiből ugyanúgy azt a rendszert, ha akarják, elláthatnák. Ezt a cég szintén befektetésként felmerné, erről is beszélgettünk, csak nem vállalja. Hogy vállalja fel, hogy telepítsen be egy trafóállomást, és akkor ő működtesse az egész klientúrának ezt az áramszolgáltatást, és akkor számlázza le, legyen akkor egy áramszolgáltató. De ő ebbe nem akar már belemenni. Tehát ő csak is a mi trafón kell, gondolom pénzé szeretné kibérelni, de akkor a kérdés az, hogy akkor hogyan számlázza a vízháznak, hiszen 20 ezer volton jön be az áram, és az úgy kerül le, úgy letranszformálják ugye 220-ra, 230-ra és így tovább.
Na most ez több részletkérdésben botlik meg az ügy. A lényeg az, hogyha valóban megoldás kell, én szívesen várok egy bármilyen önkormányzati tanácsos részéről egy határozott tervezetet, egy javaslatot, amelyben megindokolja, hogy vegyük ki a vízmű kezéből a trafóházat, és licitáljuk ki egy szolgáltatónak. Ha a tanács megszavazza, én ezt végrehajtom. És akkor odaadjuk a licitet megnyerő cégnek, és akkor az ő onnan tovább szolgáltassa a környéknek az áramot. Ez a törvényes keret, amit most... Ez a törvényes procedúrája. Ez megvalósítható, hogyha valaki meg tudja indokolni azt, hogy milyen alapon vesszük ki a vízház kötelékéből, vagy a szolgáltatótól, milyen alapon veszem el a trafóállomást. És van ilyen bátor tanácsos önök között? 19, illetve 17 tanácsosból gondolom vannak ilyen bátor tanácsosok, akik meg akarják oldani ezt az ügyet. Sőt, onnan közülük volt, aki nagyon támogatta ezt, úgyhogy ő úgy tudja leginkább támogatni, hogy tegyen le egy tanácshatározat tervezetet, szakbizottságon átmegy, azt akkor a tanács megszavazza, én a végrehajtói szerepet képviselem, nem a döntéshozót. Ha illetve a döntéshozó tanácstestület elfogadja, hogy a trafóállomást licitáljuk ki egy cégnek, akkor kilicitáljuk és odaadjuk annak a nyertesnek, aki megnyeri a liciten, és akkor szolgáltassa mindenkinek az áramot, de még a vízháznak is. Tehát gyakorlatilag akkor most oda jutottunk, most summázzuk a dolgot, hogy két lehetőség van. Vagy a szolgáltató telepít egy új trafóállomást, vagy tanácshatározatban kérik azt, hogy akkor úgy működjön az államszolgáltató. A harmadik lehetőség nincs ön szerint. A harmadik lehetőség. Mert ezek mind olyan procedurális dolgok, amik idén biztos, hogy nem fognak megvalósulni. Meg lehet valósítani az idén is. Tehát még október elején vagyunk, tehát még december végig még van majdnem 100 nap. Tehát, hogy én úgy hiszem, hogy aki valóban meg akarja oldani a problémát, akkor így meg lehet oldani. Tehát, hogy még egyszer. Tehát a leggyorsabban az működik, hogyha a cég telepít egy trafóállomást az út túlsó felére. Itt egy olyan jellegű trafóállomás, ami ellátja azt a környéket, nem tudom mennyire, körülbelül 40 ezer euró. Tehát igen, de korábban ön azt mondta, hogy gyakorlatilag, hogy törvényes legyen az egész ügylet, gyakorlatilag két szolgáltató kellene jelentkezni, hogy meghirdessék ezt a licitet. Most én azt a variánst mesélem, amikor nem kell tanácshatározattal kilicitálni. Aha. Értem, tehát jelentkezik egy szolgáltató, aki... Így van, és akkor ő az áram szolgáltatóval, az elektrikával kér engedélyt, hogy telepítsen egy trafóállomást, azt oda letelepítik, átkötik az összes... a mostan, vagy a régebb a vízház trafóállomására rákötött klienst, vagy fogyasztót. Megértettem. Lépjünk tovább. Nézői kérdés. Miért nem működik városunkban az útlevélosztály? Tehát az útlevél kiadása az prefektúrának a kompetenciája, tehát hogy az nem a lakossági nyilvántartó irodának a megbízatása vagy feladata elsősorban, de ugye kiszervezhető, hiszen ha jól tudom, Székelyudvarhelyen kijárnak Csíkszeredából hetente egyszer, és akkor összegyűjtik az ottani igényléseket, azt persze megint visszaviszik Csíkszeredába, és akkor úgy állítják elő az igényelt román útleveleket. Én ezt tudom a mostani gyakorlatból. Én szeretném azt, hogy gyakorlatilag, hogy ne kelljen Csíkszeredába utazni ilyen alap dokumentumok kikérése miatt, hogy mindent helyi szinten, vagy ilyen kis regionális szinten elérhető legyen. Tehát, hogy mit tudom én, Maroshévízen, Gyergyóban, Udvarhelyen, Csíkszeredában, hogy az ilyen, hogy az autó átiratásoktól kezdődően az útlevél kibocsátásig, vagy egyáltalán a betegbiztosító pénztárral való befizetések, kommunikációk, azok helyi szinten valósuljanak. De Udvarhelyen működik is? Ott is ilyen pilot, tehát ilyen kísérleti rendszerrel működik, de úgy működik, ugyanúgy, mint az útlevél, hogy kiárnak. De az autóbejegyzés az működik már? Azt nem tudom, mióta működik, de amit én lekérdeztem, és tudom, hogy egyelőre nincsenek
teljesen beintegrálódva az udvarhelyi ügyintézésbe, hanem azért még a köldökzsinór az Csíkszeredából van, tehát hogy egyértelműen behívják oda dolgozni őket, tehát hogy nincs ez egy ilyen mindennapos ügyfélfogadás, hanem meg van szabva, hogy héten két nap, egy nap, három nap, tehát hogy azért az így működik. Nézői kérdés. Környező falvakban tojásfeldolgozó üzem, tejporgyár, liofilizáló és burgonyafeldolgozó üzem is készül. Gyergyószent Miklós az elmúlt egy évben milyen munkahelyteremtő beruházót sikerült hoznia? Hát folynak tárgyalások egyébként, tehát hogy valószínűleg, hogy Gyergyószent Miklóson majd meg fog nyílni egy nagy kapacitású műanyagfröccsentő, de erről most nem akarok sokat beszélni egyelőre, nagyon kezdetleges fázisban vannak az ilyen jellegű tárgyalások. Az, ami Remetén történik, abban van ugye egy nagyfokú lokálpatriotizmus, hanem, hiszen a Gyergyó Remetéről elszármazott üzletember az, aki a tőkéjét ugye befekteti a és saját... És bizonyos magyar állami támogatás is. Bizonyos magyar állami támogatásokkal. Tény az, hogy ez egy magánberuházás nagy része, és hogyha lesz ilyen Gyergyószent Miklósi elszármazottunk, aki szintén ilyen sikeres üzletember, akkor én személyesen fel is keresném, hogy akkor jöjjenek Gyergyószent Miklósra befektetni. Az, hogy most Gyergyó Remetén ilyen látványos és ilyen lendületes munkálatok folynak, az ugye egyetlen egy forrásból származik, azt azért hozzá kell tenni, de azért régebbről is vannak még más ugyanilyen befektetők, hiszen ott működik már egy székgyár, szintén egy Gyergyó Remetéről elszármazott üzletembernek a mondjam, az a szülőföld szeretete volt, dominált, aki egy, ugye ez Kolozsváron működött ez a székgyár, és annak egy alegységét telepítették ide Gyergyó Remetére, és úgy látszik, hogy Gyergyó Remetének erősebb gyökerekkel rendelkezik, akik haza tudja csábítani az elszármazott üzletembereit. És remélem, hogy Gyergyószent Miklós is képes lesz rá. Én próbálom követni, elég jól ismerem a várost, és próbálom megszólítani azokat az elszármazott Gyergyószent Miklósiakat, akiknek megvan a kellő kapacitásuk, illetve akár az üzleti érzékük arra, hogy esetleg visszajöjjenek Gyergyószent Miklósra, és itt akár kisebb, vagy akár nagyobb vállalkozást elindítsanak. Nézőnk arra kíváncsi, hogy mit tud az önkormányzat kezdeni a Stadion utcában levő téglaházzal, hiszen évtizedek óta romló, balesetveszélyes építmény, amelynek semmi keresnivalója nincs egy civilizált városban, írja hát nézőnk. Tehát az a régi kuglipálya, vagy minek neveztük még gyermekkorunkból, ugye azóta semmit sem változott, most már 40 éve csak romlott az állaga, vagy az állapota. Hát ugye a város köztulajdonában volt, és valamikor ezelőtt, nem tudom mikor, közel az utóbbi évtizedben, az önkormányzat eladta egy Gyergyószent Miklósi üzletembernek, az üzletember csődbe ment, pillanatnyilag úgy tudom, hogy ez az ingatlan szintén a csődbiztos kezén van, aki árulja, eladta, nem tudom. Tehát egy magántulajdonban levő értéknek vagy alapeszköznek az értékesítése folyik a tégla vagy a kuglipálya körül. A lényeg az, hogy ugye nagyon rondítja most már nem csak 2021-ben, hanem még 1995-ben is nagyon rondította annak a sportkomplexumnak a képét, arculatát. Hát remélem, hogy valami megoldás születik rá. Nem tudom, hogy eladódott, nem adódott-e. Ha jól emlékszem, azt beszélik, hogy a városháza azzal a feltétellel adta volt el, vagy az önkormányzat úgy szavazta meg ennek az ingatlannak az eladását, hogy nem tudom, néhány éven belül, vagy záros határidőn belül, akkor ott valamit fel kellett volna építsenek. Tehát, hogy kellett volna értékesítsék, tehát befejezzék, ami ugye azóta sem történt meg. Úgyhogy én most nem tudom pontosan, hogy hány éve van a csődbiztos kezén, és hogy akkor értékesítették ezt az ingatlant, vagy nem értékesítették. Tény az, hogy a közeljövőben valamit kell az önkormányzat kezdjen, hogy akkor a csődbiztossal leüljön és szóba álljon, hogy akkor ennek az ingatlannak mi lesz a sorsa, vagy egyáltalán hogyan szeretnék ezt értékesíteni. Hát most már azt látom, hogy ez az ingatlan, az már megérett a lebontásra, tehát én ebben a formában nem is tudom, hogy
statikailag, szerkezetileg megbírja azokat a követelmi rendszereket, ami ma a 21. században van, hogy azt esetleg tovább építeni, vagy egyáltalán valami másnak, más desztinációnak szót kitalálni, és akkor befejezni. Hát igen, vannak ilyen sebei, ilyen be nem gyógyult sebek a város testén, többek közt ez is az. Hát még én is tanástalan vagyok egyelőre ezzel a szinten, hiszen mi, mint önkormányzat nem avatkozhatunk be, maximum annyit, hogy pénzt teszünk a zsebbe, és akkor meg visszavesszük, visszavásároljuk ezt az ingatlant. István kérdezi, és ez lesz az utolsó kérdésünk. Nézőktől előre elnézést kérek, hiszen ma alaposan teljesítettek, hiszen legalább 8-10 kérdés érkezett a stúdióban, ami még megválaszolatlan, de majd egy következő műsor alkalmával sort kerítünk rá. Tehát István arra kíváncsi, polgármester úr, hogy mi az elképzelés a Virágnegyed 51-es tömbház előtti úttal, amit a tavalyi vízvezeték lefektetésekor feltörtek, és azóta is járhatatlan. Igen. Na most, hát erről már beszéltünk, amikor az utat feltörik, és nem építik vissza, vagy nem javítják ki, vagy nem aszfaltozzák újra, vagy betonozzák újra. A tény az, hogy a Virágnegyedben a tavaly, hát ilyen heves kampány jelleggel elkezdték a Virágnegyedben az ivóvízhálózatnak a lefektetését, de az nincs befejezve sehol, tehát, hogy ha Bucsi negyed befejeződik, akkor jövő évben a Virágnegyed fog következni, és azt kell teljes mértékben ott is a gerincvezetékeket mindenütt lecserélni, és minden lépcsőházba új vízvezetéket vezetni. Na most a Bucsi negyedben ugye a tavaly télen azzal küszködtünk, hogy ott nem volt ott a 42-es, 43-as lépcsőházaknál nem ment fel az ivóvíz egyáltalán, ugye azt akkor sikerült ezt a problémát elhárítani, ott annak a feltörési nyomai is jégtelenkednek. Az 50-esnél ugye, ha jól emlékszem, akkor most vezettük, egy nap oda mentek és befejezték azt, amit elkezdtek a tavaly, na de azt le is állítottuk, mert megmondtuk, hogy egyszer a Bucsi negyedet fejezi be a kivitelező cég, és az idén, amikor a Bucsi negyedet befejezte, működik, tehát használatba adta, akkor utána átmegyünk a Virágnegyedbe. A Virágnegyedbe ugyanúgy, mint a Bucsi negyedbe, amikor teljesen befejeződik, akkor azután következik az, hogy akkor a járdákat, utakat is rendbe szedjük. Tehát egyelőre még a Virágnegyedbe is fel kell törni elég sok helyen az utakat, meg a járdákat. Ugyanúgy, mint a Bucsi negyedbe. Hát nem mindenütt, de ahol a lépcsőházakhoz, ugye a többházakhoz, ahol el kell vezetni ugye minden lépcsőház rendszerébe a gerincvezetékeket. És persze, ne is beszéljünk akkor még a szennyvízvezetékről, úgyhogy egyelőre maradjunk az ivóvíznál. A lényeg az, hogy az 51-esnél az idén nem volt meggyőződve, hogy fogunk járdát építeni, hiszen ott a munkálatokat tovább kell folytatni. Tehát oda még be kell tenni az aknákat, tehát hogy a Virágnegyedben ott még aknákat nem tettek le, csak gerincvezetéket. Ugye ott még minden úgy, ahogy most zajlik a Bucsi negyedben, ott is mindenütt az elkötő aknákat mindenhova be kell tenni. Köszönöm szépen a válaszát. Kedves nézőknek megköszönöm a figyelmét, és azt látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a műsorunk iránt. Igazából tényleg ez egy olyan fórum, ahol kérdéseket intézhetnek a polgármester úrnak élőben. Köszönöm, hogy itt volt, polgármester úr, mindenkinek köszönöm a figyelmét, viszontlátásra. Viszontlátásra, jó éjszakát!